vérnyomásmérés, EKG, hasi ultrahang és prostata vizsgálat. Csak néhány azokból a vizsgálatokból, amelyet múlt hét pénteken Tisza Eszláron a művelődési házban végeztek el a község lakosságán. Egy orvos csapat minden évben ellátogat a településre, a nyíregyházi szakemberek munkája iránt pedig folyamatosan nő az igény. A Tiszabenti településen élő Fosztó László is a többi lakos javaslatára érkezett az állapotfelmérésre. Elmondta, szerinte is fontos, hogyha a probléma lépne fel, arról minél hamarabb tudomást szerezzem. Első alkalommal jelentem meg még itt községünkben szűrővizsgálaton. Helyesnek tartom, többfajta vizsgálatokat elvégeznek, hasi ultrahang, vércukorszint, vérnyomásméréstől kezdve, szív, EKG vizsgálatoktól. Nagyon sok idősebb hozzátartozom, dolgozók vagy lakosok, és akkor helyesnek tartom, évente több alkalommal megismétlődik, nem kell Nyíregyházára vagy bárhol sorszámot vagy sorba állni. A legfrissebb adatok szerint Magyarország az élmezőnybe tartozik a szív- és érrendszeri betegségekben elhunytak számát illetően. Az orvosok egyetértenek abban, hogy ahhoz, hogy ez a tendencia megálljon, elsődlegesen a lakosság életmódváltására lenne szükség.